két interjúmból már kiderült korábban. Soha ennyi honfoglaláskori viseletbe öltözött harcost nem látott a jó öreg kenderes-kerti legelő, mint április 30-án a kihajtási ünnepség kezdő programjaként az íjászok a magyar zászló becsületéért elnevezésű íjászversenyen és találkozón. Mónus József, többszörös távlövő íjász világrekorderünk, a program ötletgazdája, szervezője, lelkesedéstől fűtött mondatokkal köszöntötte a harcostársait, barátait. Bármennyit tettünk a magyarságért vagy a székelységért, az kevés. Sokkal többet kell tennünk. Pénz, politika, intézmény nélkül. Össze kell fognunk, válvetve. És meg kell mutatni a magyar ember büszkeségét. A székelyek szabadságát bármerre ülünk a világon. Ez elhatározás kérdése. Büszkeség kérdése. Éljünk úgy, hogy a gyermekeink büszkék legyenek ránk. Hiszen mi büszkék vagyunk a szkítákra, a hunokra, Attilára, Árpádra. Ez a föld szent. És mindig magyar lesz. A nagyszabású rendezvényre az ország minden részéről érkeztek harcosok, így a keleti gyepűről is. Ez a szervezet Borsodabaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmárbereg és Hajdú-Bihar megye hagyományőrző íjászait fogja össze, vezérük Györki Attila. Maga a keleti gyepű az 2004 óta él és virágzik. 2003 évvégén két íjász, Nagy Géza és Marx Tibor István, nevű íjászok kitalálták, hogy mi lenne, ha az ország megyéit felosztanák 7 gyepűre. Ugye a 7-es szám a magyar számmisztikában nagyon fontos szám, ugye 7 vezér, 7 törpe, 7 fejű sárkány, egyebek, és akkor 7 megyére, 7 gyepűre felosztani, 19 megyét, mert ugye 19 megyénk van. És úgy alakult a sor, hogy 3-3 megye alkothat egy gyepűt, és a Budapest az van akkora területileg is, és íjász szemmel is, hogy ő alkothat egy önálló gyepűt, így meglett a 7 gyepű. Mi a keleti gyepű néven lettünk ismertek, lett egy másik gyepű, a nyugati gyepű, ez Győr, Moson, Sopron, Vas és Zala megye, íjászait foglalta magába, mi pedig Szabolcs-Szatmárbereg, Hajdú-Bihar és Borsodabaúj Zemplén megye íjászait foglaltuk a sorainkba. Természetesen ezek az íjászok azok, akik önként és nyilván a célt ismerve közénk álltak és együtt alkottunk egy szövetséget, amely 2015 óta hivatalos egyesületként is fönnáll, de 2004-ben, amikor ez alakult, akkor még csak egy baráti társaságként indult. Maga a gyepű azt tűzte ki feladatául és céljául, hogy a honfoglalás korát, tehát a 9. századot, amennyire az ismereteink engedik, láthatóvá tegye az olyan emberek számára, akik érdeklődnek, és szeretnék megismerni ezt a korszakot. Nyilván ez egy győztes korszak a magyarságnak, egy nagyon diadalos, egy nagyon szép korszak a magyar történelemnek, de homályba visz sajnos, mert a források, az írott források, a fellett dokumentumok akkor még nagyon nem álltak a rendelkezésre. Most manapság már egyre bővebb információt kapunk mindenhonnan, internet tele van, mindenféle felfedezéssel, régészeti feltárással és nyelvészeti kutatómunkával. Most éppen az a helyzet áll fönn, hogy sokszor magunk se tudjuk, hogy most hol tartunk, annyi információ áramlik felénk. Nyilván megpróbálunk megfelelni ennek, és annak a forrásmunkának köszönhetően valamilyen módon megpróbáljuk megjeleníteni magunkon azt a kultúrát, kinek hogy sikerül. Egykoron a székelyszékek is a gyepőrendszer őserege voltak, akiknek büszke utódai is képviselték őseiket. Maroszék, Csíkszék, Gyergyószék, Aranyosszék, tehát bizonyos területeknek a vezetői voltak itt, akik íjhasználatot csinálnak nap mint nap, tehát íjfeszítők, íjászok és kézműves emberek is, annak a közössége jött most jön ide. Nagyon nagy lövők is voltak közöttük, akik a világbajnokságokon egy színekbe indultunk, a magyar színekbe például, és ez megtiszteltetés volt elhívnom őket, és ezzel esemény volt a mai nap, és ezt választották, és ez megtisztelő számomra. Amikor egy harcosra szükséged van, és az adott szójogán lehet egy évben, vagy két évben, három évben egyszer beszélsz, de egy kimondott szójogán, igen, ha azt mondja, hogy ott leszek, és két év múlva fejlődött, akkor itt az esemény, itt lesznek, ők eljöttek. A székelyföldi Kovács Nemes László, Magyari Lajos, Lázár Mihály üzenete című versével tisztelte meg a résztvevőket. Víz összezúzzák, ki nem táncol, s belerokkan, aki járja. De fölkél a nap újra reggel, rácsokat olvast ragyogása. A kint, azt rejtsd el mélyre, egyetlen hóér, medve lássa,
Hát ne hiszem, ha körmöt tédik, akkor se szólj, ha megölnek. Lelked csordultik tele fénnyel, s ez elég lesz túlélni őket. Az Isten legyen veled. A rendezvény díszvendége volt a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója, Horváth Lugosi Gábor, aki nagy elismeréssel szólt erről a kiváló programról. Szerintem ez ma Magyarország keleti felének legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. Meghatódva érkeztem és láttam a több száz íjászt, a versenyzésre készülés folyamatát, a szürke marhákat, a vízibivajokat és ezt az egész szervezést és atmoszférát, ami itt a hajdunánási övezetbe körülvesz minket és ezen a rendezvényen, és a Magyarság Kutató Intézet mindig szívesen vesz részt ezeken a rendezvényeken, adja hozzá a nevét, hoztam én is a díjazáshoz is hozzájárultunk, akár tudományos könyvcsomagokkal, és csak gratulálni tudok Mónus József jó barát a Fehér Farkasnak a szervezéshez, Hajdunánás városának a szervezéshez és a lebonyolításhoz. Azt hiszem, hogy mindenki, aki kilátogatott ide, ez a több száz vagy több ezer ember, felemelkedve érezheti magát jókedvűen, büszkén, és amilyen egyéni teljesítményekkel itt találkozunk, az mind-mind erőt adhat, ambíciókat, inspirációt a jövőre. A rendezvény csúcspontja a Székely Éjfeszítők Törzsszövetségének megalakítása volt. Mai napon Isten, a haza és a zászlók szentsége előtt megalapítjuk a Székely Éjfeszítők Szövetségét. Egy szövetség a béke megőrzésért. Egy szövetség azért, hogy megmutathassuk, létezik barátság, nemzeti tudat, létezik tisztelet és létezik egység. Egység, mely erősebbé tesz bennünket. Azért, hogy békében nevelhessük fel gyermekeinket, magyarként, székelyként. Egy szövetség, amely gondoskodik ősi hagyományaink életben tartásáról, bemutatásáról. Mutat példát gyermekeinknek, hazánk szeretetéből. Igen, mindenképpen akartam egy olyan csoportosulást, egyesülést létrehozni, egy szövetséget, egy tőszövetséget, mert arról szól, hogy ha majd hazamennek, és évről évre majd megrendeznek egy eseményt, akkor legyen egy okkal több számunkra, hogy kibonthatják a harci zászlókat, kivihetik a jurtáikat, és a gyermekeiknek megmutathatják a múlt világát, ami szerintem az ő jövőjük lesz. A folytatásban a kelettüze harcosai égő nyilvesszőket lőttek ki, ami egyfajta időutazás is volt, úgy az ókor, középkor tájára, amikor ilyen tüzes záporként hulló nyilvesszőkkel tettek kárt az ellenfélben. A zászlónk becsületére repülnek ezek a nyilvesszők. Ezt követően már a barátságos verseny kezdődött több kategóriában, férfiak és nők számára egyaránt. Természetesen világrekordereink Mónusné Ruszin Anna Mária és Mónus József is rajtvonalhoz álltak. Itt most élőben is hallhattuk a farkas védjegyévé vált harci kiáltást. Rajta jó! Harcolj a magyarokért! Harcolj! A kilőtt nyilvesszők ellenőrzése után kiderült, meg is nyertek minden versenyszámot, amelyben elindultak. A harci céllövészetnek a számát méretlen távon, tehát 390 méteren volt egy zászlórúd a nőknek, 455-ön volt egy lándzsa a férfiaknak, és a Zrínyi Ilona unokája Anni nyerte a nőt, a férfit én nyertem, és a távlövészetet is megnyertük természetesen, úgyhogy itthon maradt a hajdunás győzelmi zászlója. Honfoglaló őseink és később hajduveleink hagyományai gyakorlatilag egytőről fakadnak, mind-mind kultúránk, identitásunk szerves részei. Bízom benne, hogy egy olyan versenyt tudott szervezni, és egy olyan találkozót, mert szerintem itt most a találkozó a fontosabb, és nem a verseny, hogy akár ebből is egy hagyomány lehet, és lehet, hogy éppen már
jövőre hagyományosan azt tudjuk mondani, hogy ez az íjás találkozó és a kihajtás ünnepség együtt tudja várni a érdeklődőket. Mónus József a Fehér Farkas révén egy olyan kuriózum valósul itt meg a székely íjászokkal együtt, hogy egy kis hadsereg van, és azt mondhatjuk, hogy egy kicsit visszautazunk a történelembe. Azt a néhány ezer évet viszont látjuk azt, hogy vannak emberek, akiknek mindig fontos volt nem csak a hagyományok tisztelete, hanem a harciasságnak a jelképének a fenntartása, és hát mondhatjuk azt, hogy egyébként Európában és a világban is számtalan trófeát is szereztek, tehát ha valaki valamit csinál, a legjobbat akarja. Itt vannak ezek az emberek, a saját hobbiuk, ez tekintetében az ő életmódjuknak megfelelően a legjobbat gyakorolják. Én azt gondolom, hogy ezt kell, hogy átadják nekünk is, én magam is így élem az életemet, hogy igyekezzek a legjobbat kihozni, és azt látom, hogy Hajdú-Bihar megyében és Hajdú-Nálláson is az emberek többsége úgy szemléli a világot, hogy mi alakítjuk a saját jelenünket és jövőnket, és én bízom benne, hogy ez a jó szándék, ez átragad másokra is. A harcosok világát akartam megmutatni, az a világ, amivel nap mint nap találkozok, barátaim, akik büszkék a zászlóikra, és most eljöttek csapatostól, harcosaikkal, családtagjaikkal, jurtástól, fegyverestől, íjaktól, láncsákkal együtt, és megmutatták a büszkeséget, hogy amikor kell, akkor versenyeznek, amikor kell, akkor jurtát építenek, amikor a magyar zászlóról büszkén megkönnyezve egy előadást ad, hogy meghallgatni őket, akkor ők mindig ott vannak és állnak rendelkezésre a zászló tiszteletének. Ez történt ma. Egy csodálatos nap van, egy csodálatos helyen, Hajdú-Nálláson, ahogy szoktam mondani, a kedves és nagyon szeretett városomban. Meg akartam ajándékozni azokat az embereket, akik kijöttek ma ide ezzel a világgal. Végülis egy boldogságot akartam, nem képes apon odaadni, nem egy íjjal a kezükben, hanem egy megélt eseményként.